tanuljon és változtasson az életén. Éljen végre nyugodtan, Ariadne, a bölcsek szakiskolája. Látogass el honlapunkra a www.jeansclub.hu weboldalra, és töltsd le aktuális online kuponunkat. Jeans Club. Dress up your life. Cégünk országos hálózattal támogatja az álláskeresőket és munkaadó cégeket. Ha ön is bízik egy hazai tulajdonú tanácsadó cégben, építse velünk karrierjét vagy munkatársai csapatát. Vámház körút 9. Vitalitásfogászat, ahol a legkorszerűbb implantátumokat és koronákat kínáljuk kedvező áron hosszú távú garanciával. Magas színvonal, teljes körű ellátás, barátságos, nyugodt légkör. Vitalitásfogászati központ, csúcsminőség a fogászatban. A Nagylovas Kft. 2001-ben megnyitotta Budapesten kétszintes lovas áruházát. Hevederek, nyergek, kötőfékek, martingálok, pataharangok, zablák, sarkantyúk, tarka kínálata a polcokon. Idén már 13. alkalommal rendezik meg a méltán híressé vált Eper Fesztivált. A többnapos rendkívül gazdag esemény minden programja ingyenes. Ne feledje, június 17-18-19, Tahitót falu, Eper Fesztivál. Ön daganatos beteg és nem tudja, kitől kapjon választ a kérdéseire? Kinek mondhatja el rákos betegként gondjait? És kihez fordulhat segítségért problémáival a gyógyuláshoz vezető úton? Ha ön már gyógyult, hol mondhatná el más betegeknek is a történetét? Hogy ki és mivel segítette idáig? Mindenre lehetőség nyílik a nem sokára induló Élj újra versenyben a rákkal című műsorunkban. Kedden este 8 órától két hetente megjelenő adásainkban onkológus, valamint dietetikus szakértők segítik a rákbetegeket, továbbá bemutatunk betegszervezeteket, tanácsadó szolgálatunk pedig fogadja hívásaikat. Élj újra! Sportosat. Híradónk vendége Rádő József, rally versenyzői összekötő. Azaz, most rallizunk egyet, szervusz, üdvözöllek. Túl vagyunk megint egy OB futamon. Ez most a Bükkfürdő volt, ugye a mostani rally. És kezdjük azzal, hogy itten olyan címek jelentek meg, hogy ez nem csata, hanem háború volt már. És utalnak is rögtön arra, hogy valami 7/10 másodperccel előzte meg a győztes a másodikat. Ez valóban olyan rendkívüli dolog, ez a 7/10 másodperci különbség? Szervusz, én is köszöntök mindenkit, a kedves tévénézőket. Visszatérve a versenyre, igen, az utóbbi években, évtizedekre vissza tudok emlékezni, és nem volt ilyen szoros küzdelem az abszolút első helyzet és a második helyzet között. Ez a 7/10 másodperc ugye motorsportban, vagy a Forma 1-ben is nagyon kevés méterbe kiszámol, nagyon kevés távolság. Igen, ez egy nagyon, nagyon éles verseny volt. És ugye azt nem árt tudni, hogy Kazár Miklós előzte meg a tavalyi bajnokot, Asit, ezzel a 7/10 másodperc. Tehát nem is akárkit,
utasított maga mögé, tehát ez a pikantériája, hogy azért nem egy kutyaütőt. Így van, ugye azért azt tudni kell, hogy ők azok nagyon egy csapatban versenyeznek, és a Kazárd Miki azért az nagyon sok pilóta mellett navigált, volt magyar bajnok, volt kitől tanulni, és úgy látszik, meg is tanulta a rallinak ezt a részét, és tudott nyerni egy nagyon komoly versenyt, és egy nagyon komoly pilótát tudott legyőzni. Ebben az évben most nyert először, ugye? Ebben az évben most nyert először, igen. Benne van a meglepetés, hogy megint Asi fog nyerni? Hát egy kicsit így előre tekinthetünk. Hát kicsit előre tekintünk, ugye most vagyunk fél időben a rali bajnokságban, három versenyen vagyunk túl, van még három verseny. Itt még úgy gondolom elég nyitott a bajnokság, főleg úgy, hogy jön egy komoly IRC versenyünk, ami kilométer távba lényegesen meghaladja a magyar távot, valószínűleg tartom a szorzóval is lesz, illetve az a bajnoki futam. Szóval teljesen nyit még a bajnokság, itt még bárki tud nyerni. Tehát az a 12 pont mennyivel vezet most Asi a Kazárék előtt, akkor ez behozható, hát ez még már, semmi. Ez még semmi. Ugye ez technikai sport, itt bárkinek lehet problémája, dobhat egy versenyt, ha nullázik egy versenyt, akkor minden felborul. A többieknek a nagy része már dobott versenyt, ugye most a Herceg Norbék, már Janikájék is, benne van mindenkinek a pakliban, hogyha maximumot akarják nyújtani, és gyorsan kell menni, akkor ott egy kis hibázás, és benne van a pakliba az, hogy nulláznak egy versenyt. Tényleg mi Janikájékkal? Jó, most harmadikok lettek, ugye? Jól így tudom. Igen. Tehát nem jól lesz eredmény, de ugye az összesítésben most még nem állnak a dobogón sem. Milyen nekik ez az év? Hogy muzsikál Ifeb Tóth János? Hát ugye az a probléma, szerintem Janikájéknek az első versenyt ott lenullázták, ott nem szereztek pontot. Hát ez olyan, mint egy körhátányba kerülsz, hogy egy dobásból kimaradsz, be kell hozni. Sok lehetősége neki már nincs arra, hogy nullázzon, neki nagyon pontosan, összpontosítva kell versenyezni, hogy a év végén a pódiumon legyen. Természetesen benne megvan 7-szeres magyar bajnok, megvan a technika is mögötte, de ahhoz, hogy egy ilyen hétvégén minden klappoljon, annak nagyon sok összetevője van. A vezetési stílusát elnézze, olyan, mint régen volt? Tehát, hogyha jó a technika, akkor továbbra is a régi Janikát látják a nézők? Ha jó a technika, akkor ő mindenkinek az ellenfele, sőt, aki őt megveri, az nagyon büszke lehet. Janikát azt nem kell bemutatni, nekem szerintem a lábában és a kezében van már annyi kilométer, hogy bármikor tud küzdeni a bajnoki címért, csak úgy mondtam, ennek több összetevője van. Ugye versenyző összekötő vagy. Milyen most a hangulat? Azért kérdezem, mert jó pár rallis volt rallis, aki ott nem indul magyar versenyeken, különböző oknál fogva. Milyen most a hangulat? Hát ebbe egy kis... Most a ralli egybe, mert a ralli kettőbe tudom, hogy nagyon jó barátságos a légkör továbbra is, tehát az egy másik kategóriát szokták mondani. Ők valóban élvezetből versenyeznek, de a rally 1-ben ugye itt azért többről van szó, mint hobbiról, tehát itt egy kicsit... Igen, itt lényegesen több a sportértéke, több az anyagi megmozgatás az első osztályban. Igen, egy kicsit el vagyok keseredve, mert azt látom, hogy nem annyira felületlen a viszony itt a rally 1-be, és nem is tudom, hogy mi a megoldás. Szóval alapvetően úgy gondolom, hogy el kell hitetni a versenyzőkkel, hogy ezt a versenyt, vagy ezt az adott bajnoki futamot, aki megnyeri, az tiszta körülmények között nyeri meg. Ha ezt tudják a versenyzők, akkor úgy gondolom, hogy jobb lesz a hangulat, de még ez még a levegőben van, addig ezt nehéz kezelni. Most a levegőben most az van, hogy mindenki azt mondja, hogy ha ő nyert, akkor biztos csalt, azért nyert. Hát azt nem mondják ki, hogy csalt, mert erről szó sincsen, de mindig megtalálják a megfelelő okot, hogy miért kaptam én ki tőle. Uh-huh. És akkor ez... És ugye, nem magukba keresik a igen, hibát. Igen, és még lehet, hogy van is alapja, de hát ezt nekem nehéz innét megítélni, meg mindenkinek nehéz megítélni, hogyha nem látja.